Mike? Jó, egy pillanat. Most kell az, Mike. Folytassátok. Mike Vickers, Charles Wilson képviselő a Védelmi Költségvetési Albizottságtól. Hogy van, uram? Jó, köszönöm. Ön hány éves? Pár nap múlva 30. Ő a CIA fegyverszakértője? Az egyik. De a legidősebb? Nézze. Mike! Jó, futó a B7-esre. Látja, rása néz a táblára. Az nagyon hasznos. Ha majd Boris Spassky szállja meg Afganisztán. Az irodám nem tette világossá, hogy most nem igazán kéne velem baszakodni. Nekem számol el, vagy a vezérkari főnöknek válaszol. Ez a srác egy kibaszott zöldcsapkás. Kommandós kiképzést kapott, szó sincs baszakodásról. Mike! Igen, mit léptél? Huszárral a C5-re. Jó, vezér H3-ra. Te ott jobbra. Ne akarjál vezércserét. Basszus. Jól van. Bocsánatot kérek. Rendben. Barátok vagyunk. Mint volt tengerész, egyből észre kellett volna vennem, Mike, hogy katona. Mint volt tengerész, meglepett volna, ha észreveszi. Milyen szarva, bocsánatot kért. Mit tehetek önért? Javaslatot akar felterjeszteni a bizottságnak. A svájci Ornikon STA légvédelmi ágyú az, amit a Mi-24-esek kilövésére használnál a hegyekben, nem? Az Ornikon kezdetnek jó, de a ruszkik csak simán magasabban fognak repülni. Akkor mi kell még? Ami nekünk is volt, AK-74-es, AKMS. A szovjetek nem vonattal mentek Afganisztánba. T-55-ös tankokkal. Ehhez kéne RPG-7-es tankelhárító gránátvető, Katyusa 107 millis rakéták, botlódrótos aknák, biciklibombák, távcsöves puskák, ezekhez lőszer, frekvenciaváltó rádiók, impulzusadók, hogy ne legyen könnyű rájuk találni. Írtam egy jelentést, olvashatja. Maga lenne az első. Küldjön át egy példányt biztonsági futárral. Meg lesz. Ennyi? Ennyi.